Üdvözöllek titeket! A mai előadás témája Amerika felszínnek kialakulása, illetve vízrajza lesz. Amerika a Föld korábban egységesnek tekintett kontinense, ma superkontinensként szuperkontinensként tartjuk számon, mint például Eurázsiát. Két különálló kontinenst foglal magába, az egyik ugye? Észak-Amerika, a másik pedig Dél-Amerika. Észak-Amerikán belül megkülönböztetünk még Közép-Amerikát is, illetőleg a karib-szigetvilágot. A karib szigetvilágot sziget szigetvilágot itt húzódva találjuk. Bele tartozik illetve a, a maga a szigetvilág, illetőleg Közép-Amerikát, ez pedig Mexikótól, Mexikótól húzódik délre. Egészen dél-amerikai kontinens északi határáig, idáig. Amerika egy hosszúra nyúlt, három részre tagolható, de egybefüggő kontinens. Ezt középült keskeny földrész kapcsolja össze a nyugati félgömbön. Két oldalról a csendes, illetőleg a, a Atlanti-óceán határolja óriási, kb. 14.500 négyzetkilométer hosszú területe északról délre húzódik, az északi szélesség 72. fokától déli szélesség 56. fokáig, ez összességében 128 fokot jelent, de hogyha még az artikus szigetvilágot is ide számítjuk, akkor ez 139 szélességi fokot jelent. Nyilvánvalóan nem egységes, nem mindig ugyanakkora, területű, hiszen az Artikus sziget világgal együtt ott évszakosan változik annak a kiterjedése a déli határon értelemszerűen, évszakosan változik, így ez elérheti a 139 fokot is, de lehet csak 138, 128 idézőjelbe is. Amerika az a földrész, melyet a legtöbb térítő és sarkör szel át, kezdve az egészen az északi sarkörrel, ugye már az előbb említettem, a baktérítő, az egyenlítő, illetőleg a ráktérítő is keresztül halad rajta. Egyedül a déli sarkör nem szeli ketté. Észak és Dél-Amerika feltűnően hasonlít egymásra. Mindkettő délre, mind, mindkettő egyik délen, másik északon egyetlen csúcsban végződik mindkettő egyetlen csúcsban végződik. Amerikát északon a Beaufort tenger határolja, keleten az Atlanti óceán, nyugaton a Csendes óceán, a két óceánt a Panama csatorna köti össze, mely nagyjából itt húzódik. Itt a legkeskenyebb az összekötő földhíd, ezt mesterségesen a 20. század elején vágták át az Egyesült Államok segítkezésével. Itt található, itt húzódik a Panama-satorna, 1914-ben építették. Szigetei, a legnagyobb szigete Grönland, ez Dánia felségterülete, Dániához tartozik. Ez a legnagyobb sziget a Földön, félszigetei közi a floridai félsziget tartozik, a kaliforniai félsziget, a Labrador félsziget, az Alaszkai félsziget. Tartozik, a legnagyobb öblei közé pedig a Mexikó öből valamint a Hatsonőből sorolható. Felszínéről elmondható, hogy Amerika nyugati oldalán mintegy 15.000 km hosszan húzódik egy hegylánc pacifikus hegységrendszer pacifikus hegységrendszer tagja a láncolat részei északról délre. Az Alaszkai hegység, a Parti hegység, a Sziklás hegység, délre húzódva a Sierra Madre, és húzódik egészen délfelé. dél felé. Dél-Amerikában pedig az Andok. Erről később szeretném majd beszélni. Összességében Andoknak lehet nevezni, de később még tovább fogjuk osztani. Észak-Amerika legidősebb területe a kanadai ősföld. A kanadai ősföld területe itt is látható kanadai pajzs Néven ö, említve. Ez egy szinoníma szó, kanadai pajzs, kanadai ősföld, kanadai ősmasszívum. Ezek mind ugyanazt jelentik, csak más szóval kifejezve. Ősi kristályos közetekből álló magját, mely főként gránit, sok százmillió év alatt rengeteg lepusztulás formálta, ezek közül a legjelentősebb a jégkorszaki jég. Mivel a kanadai pajzs nem csak ezen a területen található, hanem a mélyben elhúzódik egészen idáig a Péri Itt például a nagy tavak szintén a jég eredményének tudhatók be, lecsiszolták a felszínt, és kialakultak ezek a mélyedések, melyek feltöltöttek, de ezek csak később még szódaitek. Tehát a húzódnak ezek lélebre dél is. A jég egy vastag csiszoló munkát végzett, Lepusztította a területet, puhább kőzeteket kiválta, és törmelékanyagokat lerakta. A mélyedéseket pedig, mint már említettem, tavak töltik ki. Erre egyik példa a nagy tavak rendszere. Dél-Amerika ősi pajzsa a Guayanái hegyvidék, illetőleg a Brazil felföld. A Guayanái hegyvidéket itt találjuk, a Brazil felföld pedig itt húzódik. Időszakosan mélybezökkent területükön tengeri elöntések gyakoriak voltak, ezek táblás táblásvidégeket hoztak létre, melyek lépcsőzetessé váltak több helyütt vetődések során. Peremükről folyó zuhatagokkal érik el a, az alföldeket. észak a keleti oldalának erősen lepusztult hegysége, az epeles hegység. Ennek érdekessége, hogy egyik oldala északi oldala a Kaladonidákhoz, déli oldala pedig a Valiszilákhoz, Valiszkuszi hegységrendszerhez tartozik. De visszatérve Dél-Amerikához, Dél-Amerikáról elmondható vízrajzához, hogy egyetlen jelentős tava van, ez pedig itt húzódik Bolívia észak-nyugati csücskében, ez a Titikakató, ez egy leg, sorába tartozik ez a tó. A Föld legmagasabban fekvő, még hajózható tavának számít. De menjünk tovább. Délfelől indulva az Andok húzódik, ez, mint az előbb már utaltam rá, szintén a kordillerák része. A Patagóniai Andok, a Csilei Andok húzódik egészen Északra majd pedig keleti, keleti illetőleg nyugati annakra válik szét. Így különböztetjük meg őket. A két vonulatot mély medencés sorra választja el egymástól. Amerikának ezzel a nyugati felgyűrűdésével szemben keleten csak közép-magas röghegységei vannak, mint például az előbb már említett Lepelecsenegység, aminek széles, száraz völgyeit hajdani gletcserek formálták, ugyebár a Kanadai során tárgyalása során utaltam a jégkorszakra, idáig is elért a jég. ezek formálták. A pacifikus hegyláncok mindkét kontinensen fensíkokat, medencéket fognak közre, ilyen például éjszakon a Colorado fensík. Amerika fenszínének kétharmada alföldnek számít, északon és délek, ezek a, délen ezek az alföldek voltak éppen steppék, ezeket nem sztyeppéknek nevezik, Észak-Amerikában ez, ez a Préri, Dél-Amerikában pedig ez a Pampák, De is van írva Pampas, és spanyol eredetű szó de lényegében ugyanarról beszélünk, füves, puszta, középen fás részei találhatók, helyükön a földtörténet korábbi szakaszaiban tenger volt, jelentős a tengeri üledék, ezt később folyóvízi üledék töltötte ki, tenger elvonult, folyóvízi üledékkel feltöltött ez a vidék, majd pedig később a szél finom port terített szét lösszeferett talajtakaró jellemzi a vidéket. És ugye ugyanez mondható el, a korábbi tanulmányainkra visszaemlékszünk, a sztyepékre is. Észak-Amerika legnagyobb alföldje a Mississippi al-föld, mely itt húzódik. Közte és a Sziklás hegység között található a lösszeferett táblás fenség, a préri fenség is, mely itt húzódik. Dél-Amerika legnagyobb alföldi tájai pedig az Amazonas medence, ez pedig itt húzódik, ez az Amazonas medence, illetőleg a Paraná al-föld, mely a Paraná folyó, itt látható, Paraná folyó mentén alakult ki ezt nevezzük parán Aföldnek. gazdaságilag igen jelentős, remek abban a termő területek, például abban a termő területek találhatók ezen a vidékem, ezeken a vidékeken. Vizeiről szeretném néhány szót ö, szólni. Amerika az óriás folyamok hazája, fő vízválasztója a Sziklás hegység Észak-Amerikában, Dél-Amerikában pedig természetesen az Andok. Ö, mindkettő a kontinens nyugati felén húzódik végig. Ö, így a folyók eh, nagy része közvetve vagy közvetlenül eh, jutnak el az Atlanti-óceánba, eh, amelyek eh, a Csendes-óceánba eh, torkollanak, eh, ezek ugyebár ugyan eh, bővízűbbek, eh, de mégis eh, hosszúságokat tekintve eh, torkolattól a forrásig számítva rövidebbek, eh, szemben, amelyek az Atlanti-óceánba eh, igyekeznek. Eh, a jeges tengerbe ömlő folyók hosszú időre befagynak, ezek gazdasági jelentősége inget Bár azért van nekik, ha tv tévében a jégkamionosokat, azok ugyanezen a befagyott folyókon kamionoznak. A tágas medencében a sok csapadéknak köszönhetően alakult ki Dél-Amerika óriás folyama, az Amazonas. Ez itt húzódik. Vízgyűjtő területe és vízbősége egyaránt a legnagyobb a Földön. Az andokban ered három forrásával együtt, majd pedig az egyenlítő, egyenlítőt kísérve széles töltsétorkalattal éri el az Atlanti óceánt. Észak-Amerika legnagyobb folyója a mississippi mert itt húzódik, és a Mexikó öböl felé irányába folyik. A Mississippi folyó legnagyobb mellékfolyója Missouri, ezzel együtt óriási hordalékot szállít, és hatalmas deltákat építve torkollik bele a mexikói öbölbe. A harmadik legnagyobb folyó, amelyről meg kell úgymond emlékeznünk, ez a Szent Szentlőrinc folyó lesz, mely e, itt e, folyik. E, a Szentlőrinc folyó e, jól hajózható, e, töltséltörkolata a világ egyik legforgalmasabb belvízi e, hajóútja. Dél-Amerikában a már említett e, Paraná e, folyónak hasonlóan nagy szerepe van. E, kikötésre e, ez is, akárcsak a Szentlőrinc folyó, kevéssé alkalmas, bár nem alkalmatlan, kevéssé alkalmas, mivel nagy mennyiségű hordalékból épít zátonyokat, és ez a torkolat az úgynevezett a Paraná folyó esetében, ez a torkolat a Laplata torkolat. Mint már ugye az előbb említettem, Amerika legnagyobb tórendszere, nagy tavak rendszere, egy kettős kettősfélszer nagyobb Magyarországénál. A tavak ö, itt húzódnak. Kanada illetőleg ö, az Egyesült Államok határán, ö, jó részük húzódik, ö, például a Hurontó, Superiortó, itt ezen a vonalon található Kanada, illetőleg az Egyesült Államok határa is. Dél-Amerika állóvizekben szegény, mint már eze, korábban említettem, egyetlen jelentős. Tavaly a mely a legek sorában sorába tartozik Földünkön, a legmagasabban fekvő hajózható tónak számít. Egyébként folyóiról még a Paraná, az Amazonas, az Orinoco, illetőleg a Rio Negro, amelyeket számunk kell tartanunk, mint jelentős, bővizű, életet adó folyók. Ennyit szerettem volna elmondani. Amerika felszínéről, kialakulásáról, illetőleg vízrajzáról. Remélem, tudjátok ezt hasznosítani a későbbi munkáitokban. Köszönöm a figyelmeteket, viszontlátásra!